Máté 1.18-tól. Jézus Krisztus születése pedig így volt. Mátéban, majd Lukácsban is meg fogjuk nézni. Jézus Krisztus születése pedig így volt. Mária, az ő anyja, elegyeztetve Józsefnek, mielőtt egybekeltek volna, átfordítom egy másik fordításban, az értetőbb lesz. Jézus Krisztus születése pedig így történt. Anyját, Máriát elegyezték Józsefnek, mielőtt azonban egymáséi lettek volna, ez szexualitásra gondol, itt az ige, kiderült, hogy Mária várandós a Szent Szellemtől. Vőlegénye József, most figyelj, igaz ember volt, és nem szívesen vonta volna őt nyilvánosan felelősségre, mert a zsidó szokások szerint az, aki jegyes, és mégis kiderül, hogy probléma van, tudjátok, mire gondolok, akkor ott egy zsidó ítélőbíróság elé kerül, és a többiről nem akarok beszélni. A Brian életében tudjátok, hogy milyen ez, amikor... Hogy ki mondta ki? Tehát visszatérve, hülyéskedek, karácsonyban nyugodjatok meg, dőljetek hátra, arra ugye. Vagy hát karácsony lesz. Advent, második gyertyáját gyújtottuk, azt hiszem. Harmadikat, bocs, te már gyújtod, mi? Nagy gyújtogató vagy te, halleluja. Jó, menjünk vissza az igéhez. Tehát ott van József, aki nem mer hozzányúlni Máriához, és vőlegény József igaz ember volt, és nem szívesen vonta volna őt, te nevettél. Vőlegény József igaz volt, nem szívesen vonta volna őt nyilvánosan felelősségre, ezért elhatározta, hogy titokban bontja fel a jegyességet. Amikor ezt így eltervezte magában, íme az Úr angyala megjelent neki álmában. És így szólt, József, Dávid fia, ne félj elvenni a mennyasszonyodat, Máriát, vagy Mari. Mert aki benne fogant, az Szent Szellemtől van. Fiót fog szülni, te pedig Jézusnak nevezd el, mert ő szabadítja meg majd a népet annak bűneiből. De mindez azért történt, hogy beteljesedjék, amit megmondott az Úr proféta által. Íme a szűz várandós lesz. Fiat szül, akit Imánuelnek fognak nevezni. Ez az Imánuel jelentése mellettünk az Isten, vagy velünk az Isten, vagy értünk az Isten. Mind a három fordítás jó, még egyszer. Mellettünk, velünk, értünk az Isten. Amen. Tehát Jézus mellettünk, értünk, velünk van. Íme a szűz várandós lesz, a fiút szül, Imánuelnek fogják nevezni, ami azt jelenti Isten közöttünk. Miután József felébredt álmából, úgy tett, amint az Úr angyala parancsolta. És feleségül vette mennyasszonyát, de nem ismerte meg addig, amíg meg nem szülte fiát, akit Jézusnak nevezett el. Tehát addig nem volt szexuális kapcsolat, amíg meg nem szülte Jézust. Amen. Az első dolog, amit szeretnék kiemelni, hogy ezek a történetek, amik most lesznek majd, mindjárt megyek Lukáshoz, ezek a történetek, ezek húsvér emberekkel történt. Vissza. Tehát van egy jegyes. Vegyes pár. Van egy... Tehát ez most úgy lesz, hogy én szólok, te pedig beszélsz hozzám? Mert tudod, hogy ezt én nem szeretem. Mert volt már arra például, hogy egy-egy korszakban egy-egy ember így beveszólogatott, mert azt hitt, hogy komédia van, tehát comedy show van, stand-upos vagyok, de nem, ez nem az a hely. Jó, oké, visszatudod. Tehát ott van a jegyes pár, köszönöm, és gondolj bele, hogy szeretné elvenni, és az egész család, mind a két család dolgozik azon, hogy meglegyen a házasság. Már egyébként a zsidó szokások szerint ez a jegyesség, ez már felért egy házassággal, így jogilag, tekintélyileg, meg elfogadottságában. Onnan már nem lehetett kijönni. Az ott már a bokája megkötve kész, mind a kettőnek egybe szerkesztve, megvették kilóra őket, nem tudom hány sékel él. Tehát a lényeg az, hogy nem lehet kijönni belőle. Egyszer csak azt mondja, egy angyal megjelenik álmában egy férfinak, hogy nem nyúlhatsz hozzá. Mert a Szent Szellem száll rá. És szülni fog a Szent Szellemtől. Na most figyelj, ez azért durva. Tehát ezt, ha Pesten mondanád, hogy a Szent Szellem fog rám szállni, hát azért, szerintem azért valószínű, hogy azt mondják, hogy nem vagy normális. Tehát melyik gyülekezetbe jársz? és a másik, melyik egyházhoz tartozol? És hogy vigyázz, van a menekülj, mert valószínűleg baj van. Tehát visszatérve a valóságra, hogy ez egy valódi történet. Tehát ez nem egy misztika. És azt tudom megállapítani elsőre, hát egy, az, aki nem hiszi el, hogy hogyan született Jézus Krisztus, az semmit nem fog elhinni a Bibliából. Mert ez a szűztől való születés az alapja
a csodáknak a kapujába. Alapja, hogy elhitt, hogy Isten így jött létre a fián keresztül. Elhitt azt, hogy Isten képes arra, hogy a Szent Szellem, ez majd Szent Lélek, attól függ, hogy melyik oldalról nézzük, a Szent Lélek, vagy Szent Szellem, az rászállt Máriára, és valóban biológiai csoda történt, valóban létrejött egy spermium, ne kérdezz meg, hogy hogyan, ez misztérium, titok. És tényleg megszülte a fiút. És tényleg él a fiú, miután megszületik. És tényleg ő a fiú. És gondold azt el, hogy József, aki nem járt teológiára, nem járt az Aratás gyülekezetébe, nem járt a Híd gyülekezetébe, a Szent Pál Akadémiára, nem járt könyvesboltokba, nem olvasta a könyveket, a legújabb könyveket, a legjobb könyveket, a legvallásosabb vagy a legkarizmatikusabb könyveket, semmit nem olvasott. Ő várta, hogy legyen egy csodálatos házassága, legyen egy nagy menyegzője, és ott örüljenek, stb. Erre jön az angyal, és azt mondja, megállítom a dolgokat. Én kiszemeltem ezt a párt. Egy. Ugye azt mondtam, hogy ha nem hiszi el valaki, hogy ez csoda, ez egy csoda történet, ez egy csoda elem a mennyből, semmit nem fog elhinni. Mert akkor nem hiszed el, hogy Jézus Isten fia. Akkor nem hiszed el, hogy Jézus Isten. Nem hiszed el, hogy később föltámad, és a születése és a feltámadása között valódi csodákat tesz. A következő dolog, át kettő pedig, hogy hinned kell abban, hogy mindaz, ami úgy általánosságban történik Jézus első eljövetelében, azok jelek a második eljövetelére is. Ugyanis azok a dolgok, ahogyan Isten teszi össze a dolgokat, mindjárt nézzük tovább, meg fogják mutatni, hogy körülbelül mi lesz az, amikor másodszorra visszajön Jézus. Nagyon régen láttam ezt már, hogy Isten mindig olyan embereket használ, akik tiszták és igazak. És József igaz volt. És ez a történet arról szólt, amikor felett ugye álmából, azonnal úgy tett, ahogy az angyal parancsolta. Nagyon sokszor Isten nem bontja ki a történetedet, hogy mi lesz veled. Csak egy dolgot kér, egy pici dolgot, a többit bízd rá. Ez egy titok. Maga a születés titok. Maga Mária, mindjárt nézzük Máriát, Mária oldalról titok az egész. József oldaláról titok. Ez egy elrejtett dolog. Elrejtett dolog. Senki nem tudja az egészet. Nem tudják, hogy ez hogy lesz megtörténve. Soha nem láttunk ilyet, ez egy új. Hol látsz te az Ószövetség történetében, zsidók történetében, hogy jön a Szent Szellem, rászáll valakire és szül egyet. Sehol. És Isten ezt találta ki. Ezt találta ki, hogy maga Isten szelleme lejön, és az megtermékenyíti ezt az asszonyt. Megyek a következő fejezethez, Máté 2. Amikor Jézus megszületett a júdai Betlehemben, Herodes király napjaiban, ímé a tudósok érkeztek Jeruzsálembe keletről, és azt kérdezték, hol van a zsidók újszülött királya? Mert láttuk a csillagát keleten, és eljöttünk, hogy leboruljunk előtte. Ez is egy teljesen döbbenetes dolog, és azt akarom neked ezzel a szolgálattal megmutatni, hogy semmi nem úgy történik, ahogyan elvárnád. Mert figyelj, legszívesebben megkérdeznéd, Jézus, nem lehet olyan egyszerűen az egészet? Tehát, hogy valami olyan dolog, amit be tudunk fogadni. Erre jönnek ezek a tudósok, és azt mondják, hogy láttuk a csillagot a csillagálláson keresztül, hogy itt valami történt. Figyelj, keresztényként mai napig beleborzongsz ebbe, hogy ezek előbb tudják, mint bárki az univerzumban, hogy ők a csillagokon keresztül meg ilyenek. Nem érted az egészet, amikor olvasod, fiatal keresztény voltam, mi ez, horoszkóp, vagy mi ez az egész dolog? Folytatom tovább a történetet. És kérdezték, hol a zsidók újszülött királya? Hogy tudták, hogy ő a zsidók királya? Az egész új szövetségben, pontosabban Jézusi szövetségben, pontosabban Jézus evangéliumában. Nem látod azt, hogy valaki azt mondta volna, ő a zsidók királya, és hangosan, mert akkor hátra kellett volna figyelni, hogy megkövezzék. Ilyen nem történik. Azt tudom mondani neked, hogy Isten, amikor cselekszik az életedben, ő a szabályokat átalakítja. A norma rendszeredet átalakítja. És azt mondja, hogy van több nálam. Amit te megtapasztaltál eddig, és annyira okosan csináltad a dolgokat, nem biztos, hogy elég lesz a következő szezonhoz. Ugyanis azt mondja az Úr, ezekben a napokban is olyan dolgot akar cselekedni, ami feljebb van, mint a kicsi agyad. Tehát, ami itt van nekem, ennél van nagyobb dolog a világban. Akármekkora nagy az agyam, akkor is van nagyobb dolog, Istennek a dolgai. Ez természet fölötti. Amikor karácsonyról beszélünk, remélem és szemléletesen akarom megmutatni azt, hogy remélem, mikor hazamész, és lesz a következő karácsony, el fogod hinni, ez nem csak a karácsonyfáról szól.
Nem csak a beigliről, nem csak a halászléről, jobb esetben harcsa is van benne, hogy nehogy megfulladjunk. Nem csak erről szól, nem csak a kacsáról szól, a libáról, a kacsa merről már nem annyira, a kacsa májról már mégképp nem szól a karácsony, sem a libáról, libamájról, de mégis azért vannak csodák. Kaphatsz. Isten kegyelméből, én például kaptam májat. Ezt elmondom poémok, karácsony van. Ó, aggodalmaskodtam, mikor tudok én libamájat enni? Mondták, hogy 20-30 ezer kilója minimum. Erre valaki mondja, hogy van 1000 libánk. Egy libamájat tudok hozni neked. Ó, dicsőség az Úrnak, nem hittem el. Aztán jött és hozott egy másfél kilósat. Ez velem történik, csípjetek meg. Jaj, valami jó történt velem. Na, ennyi vissza. Amikor Jézus megszületett, itt voltak ezek a tudósok, és látták a csillagát keleten, eljöttünk, hogy leboruljunk előtte. Heródes királyt nagyon feldúlta, amikor ezt meghallotta, sőt, vele együtt egész Jeruzsálem is felbojdult. Vannak olyan korszakok, amikor Isten korszakváltást hoz létre az életünkbe, vagy egy társadalom életébe, vagy egy bolygó életébe. Van olyan, amikor Isten nem mondja el, hogy most fogom csinálni a korszakváltást. Akármennyire szép vagyok, vagy szép vagy. Akármennyire kegyelmes, akármennyire irgalmas. Van úgy, hogy Isten azt mondja, hogy elrejtem az egész világ elől. Senki nem tudta pontosan. Mindenki közben járt, azért már csak visszajön a Messiás. És egyszer csak, hirtelen, egy ilyen egyszerű családnál megjelenik. És többet tudnak a csillagászok, vagy a tudósok, attól függ, hogy melyik oldalról nézzük, mint bárki Izraelben, mint a farizeusok, akik kívülről ismerték a Bibliát. Majd utána jön a Heródes, a következő szint. Azt hiszed, hogy a kegyelem olyan, hogy megőriz téged mindentől. Nem, miközben Isten kegyelme hatalmas módon árad. Miközben angyalok leföljárkálnak a sztoriba. Miközben Gábriel, aki ismer az igét, tudja, ha Gábriel valahol megjelenik, az nagyon fontos történet. Miközben Gábriel, mindjárt nézzük Máriát, hogy ő nála mi történt. Miközben Gábriel lejön. Miközben látjuk azt, hogy angyalok seregei jönnek le. Miközben minden szellemi körforgás beindul, teljes átalakulás van a szellemvilágban. Közben egy őrült, egy Heródes, egy populista, így mondhatnánk a mai nyelven, egy igazi diktátor, egy állat, az megjelenik a szintéren, a szívében fel van dúlva, mert tudja, érzi. Ő maga se tudja hogyan, hogy itt valami új kezdődik, egy nagyobb jön létre, egy nagyobb király. Senki nem mondta neki, de érzi belül. Az egész atmoszférában biztos vagyok benne, te is, én is ott lettünk volna, éreztük volna, hogy itt valami nagy dolog készül. Nem tudtad volna megmagyarázni, mint amikor érzed azt, hogy háború készül, vagy érzed azt, hogy eszkalálódik még jobban a háború, vagy érzed azt, hogy az EU akarja támogatni Ukrajnát, hogy itt valami nagy baj lesz, gyerekek, nagy baj lesz, mert nyomják bele a pénzt. Ki az, aki háborúpárti? Mert amikor meghallottad, hogy Jeruzsálemben mi történik, illetve hát az izraeli helyzetet, tudtad, hogy ebből nem jövünk ki jól. És egyre jobban az is mélyül, minden mélyül. Aztán fölálltak az összes arab liga, és szerették volna, hogyha ők is hozzájárulnak, aztán jöttek az Amerikából a hajók, és látod a hírekben, itt valami nem stimmel a világba. Egyik oldalt 300 ezer ember csak a szovjet, vagy az orosz hadseregből pusztul el, a másik oldalt látod azt, hogy Izraelben nem tudom hány ezer ember, 1000-2000 ember között van, aki palesztin elpusztul, tehát brutális vérengzés van. Most ne azt nézzük, hogy kinek van igaza, állj egy pillanatra, állj, Lajos, megállok. Figyelj, nehogy azt mondd, hogy ennek van igaza, vagy annak. Bele ne menj ebbe, mert ezért van az egész úgymond kicsinálva a pokolból, hogy te eldöntsd, ez a jó, meg az a jó, de senki nem tudja, mi a jó. Nehogy azt mondd, hogy ez az oldal jó, nehogy azt mondd, hogy az a oldal jó, hanem inkább mondd azt, Uram, legyen meg a te akaratod, mert ebből újabb és újabb csavarok fognak kijönni, majd figyeld meg, ahogyan olvasok a Bibliából, tudjuk jól, mert ez még semmi, ami jön majd. Tehát ott vagyok, hogy Heródes király fel van dúlva, tényleg, de szegény, sajnállak. Igen, meg fog jelenni Krisztus. A cipőjét belem kötheti, mert olyan hatalmas az a király, aki meg fog születni nem sokára. És amikor megszületik, akkor pedig elkezdi őt üldözni majd. Jeruzsálem felbojdult. Az egész Jeruzsálem felbojdult. Összehívta valamennyi főpapot. Na, jönnek a vallásosak. A nép írástudóit. Így mondaná be a bármelyik médium. És konferenciát tartottak nem EU-ban, nem Belgiumban, nem Brüsszelben, hanem Jeruzsálemben a vallási, politikai nézeteket összesimítani, mert úgy érezték azt, hogy valami nagy durranás van a szellemben. Faggatta őket, hogy hol születik meg Krisztus.
Azok pedig így válaszoltak neki. A júdai Betlemben ugyanis így van megírva a próféta által. Fantasztikus. Elkezdesz szellemen növekedni, érezni fogod, hogy bármit, amit teszel, az előre megvan koreografálva. Bármi, ami történik, az kész. Mert a megváltó feltámadt a halálból. Kész. Minden kész. Egyszer csak Isten nyom egy entert a mennyből, és elindulnak a folyamatok. És te azt mondod, hogy majd én megcsinálom, majd én hiszek. Minden kész. Jön az Isten igéje, és arra építjük az életünket, ahogy hallottuk. Jön az Isten igéje feléd, ráépítesz, és belemész abba a jövőbe, ami a jelen azonnal. Mert itt innentől kezdve beteljesednek a proféciák. A proféciák százai. Körülbelül 600-700 proféciát teljesített be Jézus Krisztus, miután föltámadt a halálból. Majd amikor nézed ezeket a proféciákat, megdöbbensz, hogy tűpontos az összes profécia. Mindegyik beteljesedett Jézus életében. Nem is értjük, hogy ez hogy tud ennyi, több száz profécia beteljesedni. Egyszer egy matematikus kiszámolt, azt mondta, lehetetlen, hogy bejöjjön ez. Tehát szám szerint lehetetlen, hogy ennyi profécia egy ember életében beteljesedik. Ennyi fajta oldalról. Te pedig Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legkisebb Júda fejedelmei között. Ezt így írja a profécia. Hiszen belőled származik majd a fejedelem, aki pásztora lesz az én népemnek, Izraelnek. Erre Heródes titokban magához hívatta a tudósokat, és alaposan kikérdezte őket a csillag megjelenésének időpontjából. Amikor Isten ad egy lehetőséget Izraelben Máriának és Józsefnek és Máriának, akkor azt a szabályt indítja be, ha kapsz egy kis időt, akkor kapsz egy kis lehetőséget. Ha kapsz egy kis időt, kapsz egy teret. Amikor megállsz az életedben, levegőhöz jutsz, amikor elkezdesz gondolkodni, nem csak tanulni, mert veszélyes az, amikor valaki tanul, oktatja magát, de nem gondolkodik. Ugyanis az hiába való. Az is nagyon veszélyes, hogy valaki gondolkodik, de nem tanul. Az pedig veszélyes. Miért? Azért, mert minket megtanítanak az iskolában tanulni. Most pedig a jelenlegi civilizáció megtanul nem gondolkodni, csak tanulni. A memória az kiég, mert tudósok mondják, hogy egyre kisebb lesz az ember memóriája. Miért? Mert nem gondolkodik. Nem gondolkodik az életéről. Droid. És amikor az igéje folytatom, amikor ez megtörténik, felkelt még az éjjel, ugyanis elkezdte keresztetni az a Heródes a gyermeket. Az Úr angyala megjelent Józsefnek álomban, és így szólt. Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, menekülj Egyiptomba, és maradj ott, ameddig nem szólok neked. Heródes keresztetni akarja majd a gyermeket, hogy megölje. Ő pedig felkelt, még éjjel vette a gyermeket és az anyját, és elmenekült Egyiptomba. Ott tartózkodott Heródes haláláig, hogy beteljesedjék, amit megmondott az Úr a próféta által. Még egy prófécia beteljesedik. Egyiptomból hívtam ki fiamat. Heródes pedig, mikor rájött, hogy a tudósok túljártak az eszén, nagyon feldühödött és kiküldött embereivel, megölette az összes fiúgyermeket, az elsőszülöttet, akik Betlehemben a szerte a környéken voltak, 2 évesnél kisebbeket, annak az időpontnak megfelelően, amely után érdeklődött a tudósoknál. Ekkor teljesedett be, ami megmondatott Jeremiás próféta által. Hang hallatszott Rámában, siratás, nagy jajveszékelés, a gyermekeit sirató Ráheleasz, és nem akart megvigasztalódni, mert nincsen. Amikor Heródesnek vége lett, ími Egyiptomban az Úr angyala megjelent, figyelj megint, és Józsefnek álomban is ezt mondta, kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, menj Izrael földjére, mert halottak, akik a gyermek életére törtek. Ő pedig felkelt, vitte a gyermeket és anyját, és Izrael földjére ment. Amikor azonban meghallotta, hogy Archelaosz uralkodik Júdeában, apja Heródes helyén félt oda menni, így miután útmutatást kapott álomban, angyalon keresztül József Galilea tartományába vonult vissza. És a Názaret nevű városban telepedett le, hogy beteljesedjék, ami megmondatott a proféták által, Názaretinek fogják nevezni. Amen. Minden precízen beteljesedett. Miért? Muszáj volt felolvastam ezt a hosszú szöveget, ne haragudjatok, hogy képbe legyetek. Mert én nem anekdótákat mondok, hanem az Isten igéből szeretnék alapokat letenni. Ami nagyon fontos, először is, hogy ahhoz, hogy Isten munkája belinduljon egy ember életében, hinnie kell abban, hogy minden, ami Isten előtt csodálatos, kedves, tökéletes akarata, az Isten ki fogja jelenteni számodra. Ez az alap.
A következő, hogy ahhoz, hogy a szellemben, a szellemi életedben valami változás történjen, vagy elhidd azt, hogy Jézus tényleg szűzön keresztül született, meg kell határozni magadat, hogy hol vagy ebben az egész történetben. Kívülálló vagy dühös. Meg kell határoznod magadat, hogy elhiszed-e, hogyha te ott lennél, hogy ő tényleg Isten szellemétől született. Te kiáltanál-e a tudósokkal, hogy megszületett Jézus, a zsidók királya? Elhiszed-e, hogy neki van egy neve, ő a názereti, van egy másik neve, Jézus, és van egy harmadik neve, Krisztus. A szülei is adtak neki egy nevet, Isten által, de ő a messiás is, a felkent. A kegyelemmel kapcsolatban azt gondoljuk, hogy Isten úgy fog az életünkben dolgozni és mozogni, hogy mindent úgy elénk tesz, mint egy vörös szőnyeget. És lásd meg most, hogy a kegyelem kicsikét máshogy működik, mint ahogy mi elgondolunk. Innentől kezdődik a normabontás az életedben. Például azt mondták nekik, hogy menjetek el Egyiptomba. Hogy Egyiptomba kell menni? Egyiptomból jött Izrael. Hogy Egyiptomban kell elbújni? Hát oké, akkor mélyebbre. Tehát megszületik mindjárt Jézus. Megszületik Jézus. És közben bujkálni kell. Közben olyan helyen kell bujkálni, ami nem Izrael. Hogy nem vitte meg őket Isten? Hogy a kegyelem nem adott nekik védelmet ott, azon a helyen, ahol megszülte? Nincs bába, nincs kórház, nincsenek szülők, nincs bibliájuk, nincs Isten élményük, nincs semmilyen olyan tapasztalatuk, hogy mit kell csinálni. Mégis tudják, hogy mit kell csinálni, mert van egy személy, József, aki földolgozta azt, hogy az angyalnak engedelmeskedni kell. Van úgy, hogy engedelmeskedsz, és nem tudod, hogy hová mész. Van úgy, hogy engedelmeskedni kell, mert bizonyos helyekre fog vinni Isten, ahol meg fog védeni téged. De nem úgy fog megvédeni, ahogy eddig mindenkit megvédett, hanem eléggé furcsán, komiszul, furcsán, hogy olyan helyre visz téged, ahol soha nem gondoltad volna, hogy Isten ott ad neked ellátást. Mondok valamit az áldással kapcsolatban. Lelki, szellemi, anyagi áldással kapcsolatban. Isten nem úgy áld meg téged, hogy zsebedbe dug pénzt, hanem elvisz helyekre. Elvisz helyekre. És hogyha Istentől visz helyekre, akkor ott fogja az ő kegyelmét és áldását adni rád. Mert a helyekhez van kötve az áldás. Mária védelme egy helyhez volt kötve. Ezzel azt üzeni Isten, amikor vissza fog jönni az Úr, hogy elég kaszifántos lesz a helyzet az egész világon. Elég komplikált lesz, és csak azok tudják átlátni a szitut, akik engedik a szívükbe meghalani, hogy hol kell tartózkodni. Mert ahol tartózkodsz, ott lesz a védelem, ha Isten vezetése alatt vagy. Mondok még egy kacifántosat, hogy amikor elkezdenek ezek menni Egyiptomba, akkor nem is tudják, hogy hova menjenek. Nem is tudják, hogy hol lesz az a hely, ahol majd valami védelem lesz. Van úgy, hogy elindít Isten bizonyos folyamatokat, nem tudod, hogy hol fogsz kikötni, de mindig ott van, ahogy Ábrahámnál is, ott volt a kos. Mindig megvan a lehetőség. Ott azon a helyen, hogy megtaláld Krisztust, megtaláld az ő védelmét, segítségét, amikor bajba vagy, akkor is megtaláld, amikor nem vagy bajba, akkor is, mert bizonyos helyeket áld meg az életedben, Isten. Mert mondtam neked, hogyha Isten tart egy kis szünetet nálad, azt mondja, hogy állj meg, akkor egy helyekre fog vinni téged, mert tudsz gondolkodni. Tudsz gondolkodni, hogy hol tartasz, és hol akarsz gondolkodni. Mindenki érezte, az egész társadalom, hogy itt jön Krisztus, és minden meg fog változni. Mindenki tudta azt, hogy pozícionálni kell magát. Kajafásék rögtön, ez a gyilkos, ez a vallásos őrült, rögtön összehívta a testületeket, hogy döntsünk, itt valami bűzlik. Tudta jól, hogy itt valami készül. Mondok még valamit, Isten kegyelméről. Nagyon be van skatujázva az életünkben, hogy Isten hogyan tud bennünket fölemelni, átalakítani, helyreállítani, és nagyon be van skatujázva. Ez a történet arról szól, hogy van egy házasság, hogy lesz egy házasság, van egy egyes pár, akinek gőze sincs arról, hogy mi folyik körülötte. Minden el van rejtve. A rejtettségben dolgozik Isten. Elrejti Máriában Jézust. Elrejti József előtt az egész történetet, hogy mi lesz vele. Nem mondja el Józsefnek, se Máriának Isten az Isten igény keresztül sem, semmilyen proféciában, hogy meddig fognak eljutni. Mondom, hogy meddig jut el Mária? Pünkösdik jut el Mária. Nem érti Mária sem, miközben Jézus csodákat tesz. Akár 12 éves, akár 22 éves, szőrös, meglett ember. Hogy nem érti, hogy ki a fia. Végig nem érti, rejtettségben van. Amikor fölmegy Krisztus a kereszthez, ők is fölmennek a kereszthez, Máriáik, akkor kezd el igazából derengeni neki, hogy ő Isten fia.
akkor látja meg, ő csodatevő embert lát. Ő a fia, hát csodát tesz, hát az én fiam. Tudtuk, József is tudta, különleges emberek vagyunk. Dehogy tudták, hogy különleges emberek. A mi fiunk. Nem így történt a sztori. Tehát egy anya nem állt oda ki egy anya, kezében a fakadállal, és akkor nem kiabáltott, hát én fiam, Jézuska, gyere haza, megcsináltam a pörköt. Nem volt ilyen sztori, nem volt. Mindenki állandóan meg volt, nyugi, gyöves, dőj hátra, Kecskemét, karácsony, Kecskemét van, karácsony, kákán. Tehát hol tartok? Tehát ott tartok, hogy extrém. Ők se tudják, hogy mi történik. 3,5 év alatt, miközben szolgált Jézus, megpörgette még jobban az eseményeket. De megyünk vissza ide a születéshez. Amikor Mária és József elkezd bujkálni, majd utána jönnek visszafele, akkor látják azt, hogy itt az egész Herodessel kapcsolatban is, hogy meghal, még a politikában is beavatkozik Isten. De előtte veszélyforrásokon mennek át. Miért mondom ezt el? Mert döbbenetes az, hogy az a kegyelem, az a kép, ami bennünk van, az mennyire szürreális ahhoz képest, amit olvasunk az Istennek az igéből. Van valakinek egy babája, hogy be tudja mutatni Jézust, amit akar. Van? Köszi. Jaj, lassan, alszik? Jaj, de aranyos. Alszik. Halleluja. Jaj, elég vele megfogni. Köszi. Halleluja. 5. Halleluja. Halleluja. Mészőrös. Halleluja. Halleluja. Képzeld azt el, hogy én vagyok József, itt van mellettem Mária, és bemutatják őt. Simaonnak bemutatják Annának. Aztán látja az egész rokonság, ismerősök, stb. És Mária azt mondja, hogy ő Isten fia. Gondold ezt el, hogy valami kijön a méhéből, egy személy, akinek az öltönye a hústeste, akinek a sírása ugyanolyan, mint a többi embernek, aki emlőt szop ő is, mint más gyermek, aki emberi tejből táplálkozik, és tudnia kell, Józsefnek és Máriának, hogy ő Isten fia lesz. De mégsem érti az egészet, mert rejtett. Hát elhiszed, hogy ő azt hitte, Mária, hogy elhitte, hogy látta előre, hogy Lázárt föltámasztja majd a halálból? Elhitte azt, hogy 10 leprás fog meggyógyítani? Elhitte Mária azt? Nem tudta. Rejtettségben volt az egész. Tudod, amikor Isten dolgozik az életedben, néhány dolgot mond el. Tudod, hogy miért néhány dolgot mond el? Most figyelj, tudod, hogy miért néhány dolgot mond el? Hogy ne roncsd el. Hogy ne roncsd el. Engedd, hogy növekedjen Krisztus az életedben. Nagyon sokszor az emberek azt akarják, hogy mindent lássanak. De hogy mutatja meg Isten? Van úgy, hogy az életed nem arról szól, hogy valaki legyél ott, hanem azért, hogy valakit kikapcsoljon az életedben. Van úgy, hogy Isten azt csinálja veled, hogy kezdj el dolgokat. Szülj meg egy gyereket, és engedd át Istennek. Ő fog majd a családodban reformációt csinálni. Van úgy, hogy Isten elkezdi, hogy előre felkészíteni téged arra, ami lesz, de aztán végül abba hagyja, mert bár felkészített valamire, nem te fogod megcsinálni. Mária szolgálta nem az volt, hogy csodákat tegyen. Ő neki az volt a feladata, felkészítse Jézust a következő korszakára, mármint a keresztrefeszítés, Golgota, és aztán föltámadás. Van úgy az életedben, Isten azt akarja, hogy bizonyos dolgokat megláss, jól láss, bizonyos dolgokat elrejt, hogy a feleséged kiegészítsen. Van úgy, hogy a férfit rejti el a nő elől. És azt mondja Isten, hogy nem tudod te, hogy ki lakik melletted. Ha bátorítod őt, akkor szellemi hős lesz. Az én hősöm most ebben a sztoriba József. József az én hősöm, mert ővi a felelősség. Ővi a felelősség. Ki gondolta volna, hogy ilyen vezetésnek tud engedelmeskedni? Ezért azt mondom, van úgy, hogy az engedelmesség a pokol tornáca fölött, az engedelmesség a pusztában, a nehézségben, abban a pillanatban, amikor azt mondod, hogy ezt nem tudom megcsinálni,
az visz mindent. Az az all-in. Amikor azt mondod, hogy nem látom, de mégis meg kell csinálnom, tudom belülről. Folytatom kell, és folytatom kell az ígéreteknek a tárházában való kutakodásomat. Vagy folytatom kell azt, amit Isten mondott, azt elhiggyem, kitartóan, bátran, biztosan, végigvigyem az életemet. Most kell csinálni, most kell elvenni, most kell házasodni, most kell újraépíteni, most kell valamit csinálni, most kell lépni. Vannak ilyen pillanatok az ember életében, amit nem lehet kihagyni, mert egyszer adottok meg, vagy kétszer. Éreztétek már ezt? Hú, most érzem, most nem lehet kiengedni. Józsefnek nem lehetett kiengedni. Nem mondhatta azt, hát uram, ha akarod, majd bizonyíts be. Ha lehullik egy hullócsillag, vagy eljön hozzám Heródes, bemutatkozik, vagy eljön Macron, vagy bárki, ami nagy dolog, akkor majd elhiszem. Van úgy, hogy Isten csendben mondja meg neked, hogy mit csinálj. Suttogva. Lépj balra kettőt. De hát nem a teljeset látom. Hogy balra kettőt? Hát mi lesz utána kettő után? A csoda. De ha elmondaná, nem hinni el. Azt mondod, ez nem így van. De így van, tudod, hogy a szíved milyen. Az én életemben és a te életedben is. Nagyon sok minden nem mond el. Rejtettség. Minden rejtettség. Gyere a Lukács 2-höz. Lukács 1, Lukács 2. Miért beszélek erről? Ez történik a karácsonykor időzőjelben. Ez történt Mária és József életében. Mária különleges asszony. Így írja Lukács 1, 25. És 6. hónapban elküldte Isten Gábriel angyalt Názaret nevű galileai városba. Egy Mária nevű szűzhöz, aki egy Dávid házából való férfinak, Józsefnek volt a jegyese. Az angyal bement hozzá, és így szólt Máriához, eddig Józsefet láttuk. Üdvözöllek, kegyelembe fogadott, az Úr veled van. Ez mindegy a mínusz kettőről kapja meg. Tehát te, ha megkapnád ezt a kijelentést egy angyalon keresztül, nem hinnéd el, hogy az az angyal. Gondold azt el, hogy nem volt neki Bibliája, mert akkoriban a tekercsek azok csak a rabbiknál voltak. Nem volt neki olyan szellemi prófétája, aki felkészítette volna erre. A nulláról csinálja, mínusz egyről csinálja Mária. Ő egy egyszerű ember. Tudod, téged Isten meg tud érinteni egy egyszerű embert. Engem. Egy még egyszerűbbet, még szürkébbet, még közönségesebb vagy, még középszerűbb. Ez te nagy vagy. Én egy középszerű vállalom. Csak jelenje meg az Úr, és szóljon valamit. Bátorítson, vigasztaljon engem, és adjon jövőt. És azt mondja neki, ne félj Mária, mert kegyelmet találtál Istennél. Ne félj Mária, mert kegyelmet találtál Istennél. Mit jelent, hogy kegyelmet találni ezt? Hogy elmegy majd Egyiptomba? Figyelj, miközben Isten azt mondja Máriának, hogy kegyelmet találtál, felkészíti arra, hogy vele lesz mindig. De nem az történik, amit mi gondolnánk, hogy jackpot, és akkor jön a aranyeső a mennyből. Nem ez történik. Nem az történik, hogy jönnek az angyalok, és jönnek űrhajók, és akkor majd együtt az angyalokkal majd bevonul, és mindenki tapsol. Ő az, Mária. Hallottátok? Megjelenik a Financial Times-ban, vagy bár New York Post-ban, vagy bárhol, vagy a Magyar Nemzetben, és akkor írják, megszületett Jézus. Mária és József csodálatos hit által. Nézzétek, és tapsol az egész Izrael. Tapsol, kim van a média, CNN, Fox News, mindenki ott nézi. Az orosz tévé, mindenki ott van, hogy őket ne hagyjuk ki. Mindenki ott van, mert ő mindig minden ott van, mindenhol ott vannak az oroszok. Tehát, hogy és akkor mindenki le van nyűgözve. Nem. Az egész titokban van. Ő maga is nem tudja elhinni, hogy meghatározza most Isten őt. Egy új identitás kap. Ő lesz Isten fiának az anyja. Ő lesz Isten fiának az anyja. Kegyelmet találtál. Hogy csak annyit mond, az angyal a mennyből, egy az egyben tiszta, ez tiszta beszéd, kegyelmet találtál. Mert Isten így gondolkodik. Azt mondja Isten, hogy ha valaki kegyelmet talál, az átéli az ő jó, kedves, tökéletes akaratát. Amikor valakinek azt mondja Isten, hogy kegyelmet adok neked, azzal azt mondja, nem vagy bűnös. Amikor azt mondja, hogy kegyelmet találtál, figyelj, képes leszel Mária, hogy megváltoztasd az egész történelem menetét. Azzal, hogy ezt az egy mondatot mondja. Értékeld fel azt, amikor Isten beszél. Isten nem úgy beszél, mint egy prédikátor. Sokat beszél, sokat. Ő egy mondatot mond. Kegyelmet találtál, Mária.
Erre építsd az egész életedet, ez a fordulat igéje. Kegyelmet kaptál. Fogadd el. Mert innentől kezdve a csoda beindul. Ezért azt mondom neked, ha Jézus azt mondja neked, az Isten igéje azt mondja neked, a Szent Szellem arról tesz bizonságot, hogy kegyelmet akarok adni, akkor azt mondja Isten, jöttem, mindenki jött. Gábriel jött, az amennyi jött, a megváltó jött, mindenki jött. Jöttem, hogy átalakítsam az életedet. És azt mondja utána az ige, és meglátod, hogy fogansz majd méhedben, és egy fiút fog szülni, akit Jézusnak nevezel. Nagy ember lesz, a legfelsőbb fiának hívják majd, az Úr Isten neki adja majd atyának, Dávidnak trónját. Mária, tudjátok jól, hogy a dávidi gyökérből származik, az őse, Dávid. Jákob házának királya lesz mindörökké, királyságának nem lesz vége. Mária erre azt mondta, most ez a lényeg, és ezt hoztam még el, ezzel zárom. Most Mária megszólal, fantasztikus asszony, ő az én hősöm. Azt mondja Mária. Mária erre azt mondta az angyalnak, hogyan történhet ez meg, hiszen én nem ismerek férfit, szűz vagyok. Az angyal pedig ezt válaszolta neki, a Szent Szellem fog rád szállni, a legfelsőbb hatalma fog beárnyékozni téged, ezért aki megszületik, szentnek hívják majd, Isten fia lesz. Lám a rokonod Erzsébet is fog fiat szülni öregségére, és akit meddőnek hívtak, már a 6. hónapban van. Az is el volt rejtve, mert Isten egyetlen szava nem hiúsulhat meg. Mária pedig azt mondta, az Úr szolgáló leánya vagyok, történjen velem a te beszédet szerint. Ekkor az angyal eltávozott tőle. Azonban a napokban Mária fölkereste, és sietve fölment a hegyekbe, Júdea egyik városába, bement Zakariás házába, és üdvözölte Erzsébetet idáig. Mi történik? Az történik, hogy mond egy mondatot az angyal, de Mária évek alatt fel lett készítve, rejtetten úgy, hogy ő maga sem tudta. Még egyszer mondom, ez a sztori, ez élő sztori, ez egy való, ez egy real, ez egy real. Ez egy dokumentumfilm. Megjelenik az angyal, nem tudom, hogy néz ki, egy hatalmas angyal, Gábriel, a legnagyobb angyal a mennybe, a legerőteljesebb angyal. Ott van még Mihály persze mellette, de ő, egy különleges személy. Ott van Gábriel, és egy angyal beszél hozzá, és ő látja, érted? Tehát valószínű, alszik. Egy kis ágyon, egy kis egyszerű szobába, nincsenek bútor, IKEA bútorok, stb. Egy normális kis egyszerű asszony. És bejön az angyal, és elkezd vele beszélgetni. És ez az asszony nem azt mondja, hogy menj már innen te. Vagy nem azt mondja, hogy ezt most komolyan gondolod, atyám, hogy velem játszol, vagy stb. Álmodok? Hanem egyszerűen csak ott van, mert már föl van készítve a szíve. Úgy, hogy ő nem tudta. Testvérem, amikor Isten elkezd veled foglalkozni, te még azt nem is tudod. Amikor Isten majd beszél, akkor ide már régesség, föl vagy készítve arra az áldásra, amit át fog adni Isten neked, arra a kegyelemre. De azt hiszed, hogy akkor gyógyultál meg, akkor kapod meg az áldásokat, amikor Isten mondja a tiéd. Ó, hát az már régesség kész van. Kész van a mennybe. Tehát Isten nem öröktől, ez nem úgy van, nem úgy van, hogy akkor majd Isten gondolkodik, mit csináljunk Jézus? Szent Szellem, mit csináljunk? Hát nem tudom, mit csináljunk. Minden Isten örökkévaló rendje szerint működik. Maga az, amikor Isten beszél és átad valamit, most figyelj, mert csavarok. Amikor Isten beszél, az egy valós dolog. Én, amikor beszélek, az egy hang, és az egy történet, és az egy tartalom. De amikor Isten beszél, amikor ő beszél, abban benne van az, amit mond. Oké. Én azt mondom, hogy legyen holnap egy koloniál szekrénycsoport. Tudom, hogy nem akarod, mert már letűnt kor, de most ez jutott eszembe. Koloniál bútor. Oké, IKEA bútor. Oké, IKEA konyha bútor szeretnéd, mi? Az jó drága. Legyen a konyhádban egy IKEA konyha bútor. Ez nem lesz meg. Tehát akármennyire hiszem, hogy holnap hazamész, vagy ma este, konyha bútor, IKEA, mond, Jézus, Jézus, hiába mond, nem lesz meg. De amikor Isten mondja azt, hogy IKEA bútor, konyha bútor, olyan, amit szeretnél, fehér, fényes fehér, igen, és az a szép barna szín, majd az lesz ott, a deszkánál, meg kerámia, meg stb. Meg izé, milyen csapok? Milyen csaptelek? Klúdi. Ne? Van nagyobb. Melyik? Jó, Klúdi csaptelep. Akkor ő kimondja, hogy Klúdi csaptelep. De ez tényleg így van. Kimondja, az megvan. És aki elkapja, elhiszi, annak valóságos lesz. Isten, amit mond, az valóságos. Ezért a beszéde és a sikered, az nem kettő dolog. A beszéde és a sikered, az nem kettő dolog. A beszéde és az áldás nem kettő dolog. Mi átlag emberek azt gondoljuk, hogy beszélünk, és hiába való. De Istennél nem így van. Ezért mondja Jézusa, hogy ő az ige. Ő az ige. Azt mondta, megjelent az ige.
testélet közöttünk. Testélet. Hús, testélet, szakszáv lett Jézus. Testélet az ige. Testélet. Isten igéje, Isten. És amit Jézus mondott, ugyanúgy működött, mintha az atya mondta volna, mint a Gábriel mondta volna. Miért? Mert ő Istentől született, és Isten volt. Ilyen nem történt soha, hogy ember és Isten megszületik. De megszületett. Sőt, amikor föltámadt, azt mondja, hogy mi is ilyenek leszünk. Mert miután újjá születsz, nem úgy születsz újjá, hogy egyszer csak hiszel valahogyan, hanem Isten beléd adja a hitet, hogy higgy ő benne, higgy Jézus Krisztusban, és amikor elhiszed, hogy ő Jézus, az Isten fia, elhiszed, hogy szűztől született, nincs benne bűn, makulátlan, tökéletes, fedhetetlen, nincs benne Ádám bűne, akkor újjá tud születni. Mi az az újjászületés? Ugyanúgy, ahogyan magot kapott Mária, te az Isten igéjét kapott meg, belemegy a bensődbe, a szívedbe, és újjászült téged Isten hit által. Újra éleszti az életedet. Élet jön beléd, mert az ige az Isten DNS-e. Ha Mária be tudta fogadni, és gyereket szült, hidd el, hogy téged is Isten át tud alakítani. És amikor az Isten megérint téged, és szól egy szót, akkor átadja önmagát Isten. Azt a mond, amit akar mondani, az igaz, és mint tény. És amikor Isten beszél, akkor tudd meg, hogy ő az örökké valóságból beszél. Mondok még egy csavart. Minden, amit Isten mond, az az időn kívül van. Mi egy időben élünk, ez el fog múlni, és örökké valóság fog jönni. De Isten az örökké valóságból beszél. És amikor Isten beszél, akkor hozza az örökké való dolgokat, az életedre nézve. Az örökké való dolgokat. Azt mondod, lehet, hogy most hát én ebben nem hiszek. Ha a halálos ágyadon van, vagy reméljük nem akkor, de el fogod hinni. Én még olyan emberrel nem találkoztam a kórházban, aki a halálos ágyán nem mondta volna azt, hogy hát meg akarok térni. Van egy ilyen amerikai közmondás, ha majd a repülőgép lefelé megy, úgyhogy nem a pilótának az akarata szerint, akkor ott mindenki megtér és imádkozik. De ne az utolsó pillanatban akarj bemenni a mennybe, mert Isten terve tökéletes, és Isten kegyelme pedig veled akar lenni. Még az ukrán-orosz háború alatt is, és 2024-ben is. Mert senki nem gondolta volna, hogy ilyen helyzet alakul ki a társadalomban, vagy az egész Európában, vagy az egész világon. És mit akarok még mondani? Azt akarom mondani, hogy amikor azt mondja Mária, hogy Isten legyen úgy, pontosabban a Gábrielnek mondja, de Istennek mondja, legyen úgy, ahogyan Isten akarja, akkor azzal azt mondja, hogy nem történhet az meg, hogy én beleszólok ebbe az egészbe. Nem történhet az meg, hogy József beleszól az egészbe. Legyen a te beszéded szerint, azt mondja az angyalnak. Legyen a te beszéded szerint. És ez az a pont, amin elválaszt embert, keresztényt, hívőt, hitetlent Isten. Hogyha Isten szól, ki tudod-e mondani, legyen a te beszéded szerint, Istenem. Innentől kezdődik az ember életének tulajdonképpen a jövője. Beindul a jövő, hogy elkezded azt látni, amit Isten akar láttatni veled. Elkezded azt elfogadni és egyenlővé téve magadat, ami lehetséges, hogy ellentétes még az életedben, és nem tud elhinni. Mondok zárásul valamit. A lelked az folyamatosan Isten ellen lázad. Az ösztönöd Isten ellen működik. Minél többet vagy a világban, annál jobban működik ez. Amikor Isten igéhez mész, akkor Isten igéje viszont elkezdi átalakítani ezt az ösztönrendszert, ezt a lélek, az érzékiségnek a munkáját. És amennyire elfogadod az igét, annyira fogsz átalakulni. Nem mehetsz szemben Isten igéjével. Muszáj lesz együtt menni vele. Az egész világ azt gondolja, hogy a világ az valahogyan létrejött, többfajta teória van. A világot Isten a beszédén keresztül teremtette. És azt mondja Istennek az igéje, hogy a szavával tartja fönn az igét, az igén keresztül a világot. Az ige föntartja az Isten beszédét. Az ige föntartja a világot. Az ige föntart mindent. Ez minden mögött van, amit nem látsz. És visszatérve, hogy azt mondja Mária, hogy az Úr szolgáló leánya vagyok, történjék velem a te beszéded szerint, ekkor az angyal eltávozott tőle. Onnantól kezdve 9 hónap kezdődik. 9 hónap kezdődik, és onnantól kezdve nem látogatja meg az angyal. Ő végig elmélkedett Mária azon, hogy mi történik velem. Az eredetiben csak azoknak, akik régebbi keresztények mondom, történjen velem a te rémád szerint, ezt mondja Mária. Ez azt jelenti, hogy amikor Isten profitai módon szól hozzád, picit, nagyot, közepeset, az a beszéd,
Az a réma beszéde Istennek, az a kijelentett beszéde, az elkezdi átalakítani az egész életedet. Úgy, hogy nem látod. Elkezd átalakítani. És ha hiszel benne, be fogsz futni abba a pályába, Isten jó akaratába, amit eltervezett számodra. Ha nincs réma, nincs kijelentés, nem tudsz menni. Van úgy, hogy hiszel Istenben, tegyük föl, de nem hiszed el, hogy ő tud téged vezetni. Mária a kettőt összetette. Hitt Istenben, és tudta jól, hogy az életét innentől kezdve Istennek kell adnia, hogy ő segítse az egyről a kettőre. Minden vonatkozásban. Mondj erre valamit. Halleluja. Ezután elmegy, ezt még elmondom, ezután elmegy a nagynényéhez, Erzsébethez. És figyeld, hogy mi történik ebben a furcsa atmoszférában. Ebben a megmagyarázhatatlan dologban. Mikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, méhében a magzat rugdalózni kezdett, Erzsébet pedig megtelt Szent Szellemmel, és hangosan kiáltott egy nagyot. Tehát van két méh, ez szemléletes. Van Mária méhe, és van Erzsébet méhe. És a két méhben két csoda van. Az egyik Keresztelő János Erzsébet méhében, egy próféta, a másik méhben Jézus Krisztus, a fiú. És ahogyan Mária megszólal, kenet van a hangján Máriának. Kenet van. Nem azért volt kenet rajta, mert ő Mária, hanem benne van Isten fia. És amikor még egyszer mondom, döbbenetes, figyeld, ez is egy dokumentum. Egy dokumentumfilm. Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, a méhében a magzat rugdalózni kezdett. Most figyelj, Erzsébet megtelt Szent Szellemmel. Megjelent Isten dicsősége, Isten jelenléte. Ahol Mária volt, ott megjelent Isten jelenléte. Természet fölötti jelenléte. A gyermek miatt. Mert ő volt a fölkent. Ő elhitte, utat adott, hogy a magzat elkezdjen növekedni. Hitbe volt. Szerintem teljesen nem értette még a történetet, de elhitte. Az életedben vannak dolgok embrionálisan. És miért mondod, mi embrionálisan, hogy meghalt. És az embrionális dolgokra kell figyelni, mert még csak egy magként volt a történet benne, de muszáj volt, hogy 9 hónap alatt megvédje ezt az egészet. Megvédje, hogy ne halljon meg embrionálisan az ige a szívében. Ezért, mikor Isten elkezd valamit, egy picit adni neked, az muszáj, hogy fölnőjön, és engedned kell, hogy fölnőjön benned azt, amit Isten mutatott neked. Ahogyan az ige benne volt Máriába, a hasába, ugyanúgy, a szellemedben is bemegy Istennek az igéje, és Krisztus elkezd növekedni a bensődben. És minél jobban hiszel abban, hogy Isten igéje igaz, annál jobban Krisztus is nő, fejlődik benned, és általad akar cselekedni. Mondj erre egy nagy áment. És mondok még valamit, hogy amikor a Szent Szellem betöltötte őt, nézd a történetet, hangosan kiáltott egy nagyot. Van úgy, amikor Isten betölt valakit, olyan erővel, intenzíven jön a kenet, hogy nem tud más csinálni, mint kiált. Hogy halleluja! Érzem, hogy Isten itt van, testvérek! Amikor Isten valahol jelen van, a fián keresztül, ott nem ugyanaz az atmoszféra van. Nem ez a magyar világ, nem ez a belgiumi világ, nem az orosz világ, nem ukrán világ van. A menny világa! Hát persze, hogy kiabál! Hát én is kiabáltam volna, ott lettem volna. Hogy a viharban-e? Ha Máriában benne van Isten fia. Hát hogy ne kiabáltam volna, hogy megszületik mindjárt karácsony. Halleluja, megszületik. Figyelj, mit mond utána, miután kiabált? Azt mondja, én is kiabálok. Áldott vagy te az asszonyok között, és a méhed gyümölcse áldott. Profétál számára. Miért áldott? Mert benne van a mag. Miért vagy te áldott? Mert a mag benned van. Miért leszel áldott? Mert mindig benned marad a mag, mert hiszel benne. Miképpen hiszel abban, hogy benned van Krisztus? Azt szerint jönnek a történetek, az áldások, a sikerek az életedben. Milyen sikerek? Nehézségek közepette. Nyugi! Készen vagyok, és a két lábam a talajon van. Nem azt mondom, hogy holnap milliómos leszel, hanem arról beszélek, hogy veled lesz az Úr. Azért, hogy mindenből kihúz téged Isten. A legnagyobb problémából Isten kihúz. És meg fog tartani téged. Még ha a pokorra mennél, ott is, oda is lemenni érted az Úr. Ha fölmész, amely, ad érted. Fölmegy érted oda is. Figyelj, mit mond utána az ige. Ezt még felolvasom. Halleluja. Áldott vagy te az asszonyok között. A méhely gyümölcse áldott. Hogyan történhet ez meg velem, hogy az én uram anyja eljön hozzám? Egyszerűen kijelentette Máriának a rejtekben, hogy
Jézus Krisztus nem sokára meg fog születni. Nem tudta Mária, hogy Erzsébet tudta. Nem tudta, hogy ő tudja, hogy el fog jönni hozzá. Már várta. Én hiszem, hogy várta. Alig várom. Ő, ott volt a baba. És azt mondta, igen, igen, vénségemre gyerekem lesz. És mindenki, Mária, József, mindenki ezzel volt elájulva, hogy vénségére Zakariásnak és a nagynényének, hogy Erzsébetnek fia lesz. És amikor a Szent Szellem mondta neki, nem ez a nagy durranás, hanem Mária nagy durranás, akkor nem azt mondta, hogy leszakította volna magáról Erzsébet a köntöst, ez a műanyag nejlon köntöst 70-es évekből, hogy leszakította volna magáról, vagy a parizert ledöntötte volna az asztalról, vagy nem parizer, bocsánat, nem ott kóser dolgok voltak, akkor a báránygerincet ledobta volna, amit majdnem grilleztek zöldséggel és szószokkal, hanem az történik, hogy itt van egy nagy durranás ég, és van egy nagyobb durranás. Na most figyelj, ezeket a szinteket megélni, hogy Zakariás úgy jön ki, ugye némán a templomból, és aztán az angyal miatt, mert hogy bezárta a száját, aztán kinyitotta, aztán mindenki tudta, az egész Izrael, egész Jeruzsálem, hogy Zakariásnak gyereke lesz. Megmondta előre Isten neki, mi legyen a neve, mindenki erről beszél. Erre megjelenik Jézus, egy nagyobb sztori. Döbbenetes. És mi történik utána? Na, ezt befejezem. Boldog, aki elhitte, hogy amik megmondattak neki az Úrtól, be fognak teljesedni. Mert képzel csak el, amit üdvözlésed hangját meghallott a méhenben, a magzat örömében rugdalózni kezdett. És boldog, aki elhitte, hogy amik megmondottak neki az Úrtól, be fognak teljesedni. Mária pedig ezt mondta, ezt még felolvasom. Lelkem magasztalja az Urat, szellemem újjong Istennek, az én szabadítomnak, mert meglátta a szolgálólányak alázatos voltát, és ími mostantól fogva minden nemzedék boldognak mond engem. Mert nagy dolgokat cselekedett velem a mindenható, szent az ő neve. Az űrgalma az őt félőkön van, nemzedékről nemzedékre. Mit jelent ez? Azt mondta, hogy egyszerűen a szellemem, a lelkem, a szívem, az egész lényem tartalmazza ezt az örömöt. Ezt én elkapom. Ennél nagyobb dolog nincs az életemben. Hogy történelmi pillanatban én ki vagyok választva, és megalázkodom, mert azt mondja magáról, hogy szolga lány. Szolgálvá teszem a testemet, nem magam számára, hanem mások számára. És az a nagy dolog, és akkor történik nagy dolog az életedben, ha kilépsz magadból. És bizonyos dolgokat már csak azért teszel Istenben, hogy másoknak segíts. Mert egy ideig megy ez, hogy Isten segíts meg engem. Legyen Audim, legyen kétszobás lakásom, felújítva, ez egy ideig megy. De van egy pillanat, amikor azt fogod érezni a szellemedben, hogy itt valami nem stimmel az életemben. Hogy nem lehet az csak, hogy csak arról ábrándozok, az a vágyam, hogy Los Angelesbe legyek, Las Vegasba legyek, hogy Ikea bútor legyen a konyhámba. Van egy idő, amikor Isten azt fogja mondani, ember, nem erre születtél csak, hogy valamit legyen és valamit helyreállíts az életedben, valamit alkoss. Van úgy, hogy elhívtalak téged sokkal nagyobbra, mint a te pitiáner életed. És azt mondja Isten, hogy a te gyerekeden keresztül, a te munkádon keresztül, a te álmaidon keresztül másokat el akarok érni. A legszörnyűbb az, mikor az egyház magával foglalkozik. Az én vállalkozásom, az én gyülekezetem, a pásztor, az én gyülekezetem, az én munkám, az én autóm, az én családom, az én gyerekem, az ikonokám, a keresztapám, a keresztanyám. Amikor csak erről szól az életed, Uram, áld meg engem! Mária nem ez a típus volt. Ő azt mondta, a rabszolgává teszem magamat, alárendelem magamat az univerzális látásnak, Istentől, ez a mindent átfogó történetnek, hogy megváltozzon az életem, és helyreálljak. Hogy megszüljem, és megszülessen Jézus Krisztus. Jézus, amikor megszületett, akkor elkezdett növekedni, fejlődni. És ezzel a történettel zárom. Egy ige van a Lukács 2-ben, hogy mi történt gyerekkorában vele. Növekedett kegyelemben Isten és emberek előtt. Ez azt jelenti, hogy olyan erőteljes volt a kisugárzása, hogy az emberek, mikor ránéztek, szerették. Tudod, milyen az, amikor ránézel egy gyerekre és utálod? Vannak ilyen kiállhatatlan gyerekek, hogy nem tudod szeretni. És van olyan gyerek, hogy azt mondod, ezt én megzabálom. Mert apaként vagy anyaként azt, hát ezt én hagyj puszíjam meg, hagyj dögönyözzem meg, hát ezt megzabálom ezt a gyereket. És Jézus ilyen volt. Kegyelem
növekedett az életébe. Isten és ő közötte, és emberek előtt, mert ha kegyelmezett vagy, ahogy Mária, akkor kegyelmet tudsz adni. És a beszéded kedves. Átalakítja Isten a beszédedet, mert amit látsz és hallasz, abból beszélsz. És amikor megengeded, hogy a kegyelem megnyugodjon rajtad, akkor olyan dolgok történnek, mint például Erzsébet életében, hogy egyszerűen fölismered a másikban Krisztust. És Mária fantasztikus volt, mert ő bement, és nem mondta azt, hogy na, hallottad Erzsébet? Nekem is gyerekem van. Azt hitted, hogy neked olyan nagy hitet, hogy gyereket szülsz. Én, az én hitem. Nekem nagyobb hitem van, mint neked. Tudod, hogy hívják majd? Nem János. Milyen egyszerű János. Hát az egész falu János. Hát ezt mindenki ismeri. Jézus. Erzsébet nem fordult oda, persze. Jézus. Majd pont te fogod megszülni Jézust. Te normális vagy? Pont te, amikor a nevedet nem ismeri az univerzum. Azt se tudják, hogy megszületi, olyan jelentéktelen kis senki vagy. Nem így kommunikáltak egymással. Mert Erzsébet szintén a Szent Szellem jelenlétében volt, és őt már átfalakta Isten, hogy itt valami olyasminek a részese, ami mindent megváltoztat, mindent visz. Erzsébet pedig betölt Szent Szellemmel. Ezzel azt jelentette ki Isten, ha te nem látom a másikban, hogy Isten kegyelmét, nem tudsz betelni Szent Szellemmel. Muszáj elfogadod a másikon Isten jóságát, kegyelmét, és így tudsz átalakulni hitről hitre, és így fejlődsz. És nem történt volna meg Erzsébettel az, hogy a Szent Szellem rászáll, ha nem tiszteli Máriát. Amennyire tiszteled Isten munkáját egy másik emberben, annyira fogsz te is áldott lenni. Amennyire elhiszed, hogy Isten vele van, annyira fogsz te is növekedni, mert egymás tagjai vagyunk, Isten dicsőség.